2009 karácsonyát követően hiába várták, nem érkezett meg az edzésre, pedig úton volt ő Szombathely felé, csak nem ért ide. Átigazolt az égi csapatba. 10 éve már ennek, de Cece emléke máig elevenen él minden szurkolóban és a játékosokban is. Egy nagyon barátságos embernek, tényleg egy hihetetlen csupaszív csapatembert ismertem meg a személyében, illetve ugye tényleg én akkor még az utánpótlásba játszottam, amikor a sportkarácsonyon egyszer találkoztam vele, és tényleg hozzám is volt egy-két jó szava, és nagyon jót beszélgettünk, és én azt gondolom, hogy ő ilyen volt az életben valójában, tehát mindenkihez mindig volt egy jó szava. A 10. jubileumi Horváth Zoltán nemzetközi kosárlabda emléktorna sajtótájékoztatóján Illés Károly azt hangsúlyozta, hogy ma is szükség van olyan példaképekre, mint amilyen Cece volt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatal generáció így testközelből találkozhasson a Falkó kosarasaival, ez szintén egy ilyen alkalom erre. A Falkó valamire, ugye méltán büszkék lehetünk, hisz csodálatos eredményeket ér el a csapat, és úgy gondolom, hogy a fiatalokat mindenképp motiválja, ösztönzi arra, hogy a kitartás, a csapatjáték, a csapatszellem jövőn a életük részét képezze, és ezáltal is tanulnak. A hazaiak mellett osztrák, szlovák és román résztvevői lesznek a tornának. Romániából Temesvár, Szlovákiából Komárno, és Ausztriából a Wiener Timberwolves érkezik a tornára. A menetrend az, hogy 16:30 csütörtökön először Temesvár játszik a Viennával, és 19:00 pedig a Falkó a Komárnóval. A csütörtöki nap vesztesei pénteken 16:30 csapnak össze a harmadik helyért, a két döntős pedig 19:00 feszül egymásnak az Aréna Szaváriában.